Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy a karácsonyi előadás előtt én köszönthessem a kedves tévénézőket és a Bokréta Művészeti Iskolát és önmagában a művészeti együttest, a csoportokat, a tanárokat egyaránt. Nagyon sikeres éveket tudhat magának maga mögött a Bokréta Művészeti Együttes, hiszen 2 évvel ezelőtt még egy amerikai turnéről jöttek hazafelé, mi rendkívül jól sikerült. Az már kevésbé, hogy rögtön karanténba vonult az iskolába a csapat, hiszen a járvány akkor kezdődött, és veszélyes volt, hogy esetleg hazahozzák a vírust. Szerencsére senki nem betegedett meg, nem kapta el a vírust, és az utána való időszak az eredmény szempontjából igen termékeny volt. 8 országos tánciskolai versenyben vettek részt a Bokréta diákjai, fiataljai. A 8 versenyen 4 díjat hoztak el, ami valami fantasztikus szólótánc kategóriában. Azon kívül óriási elismerésben részesültek, hiszen a város kulturális díját ők kapták meg a Magyar Kultúra Napján. Innen is és újra gratulálunk. Nem kell mondanom, hogy mekkora siker volt, hogy a Városi Értéktárba is bekerült a Bokréta Művészeti Iskola, és reményeink szerint a következő éven a megyei értéktárba is. A sok jó eredmény és a sok felkészülésnek az eredménye az volt, hogy az országos anyanyelvi verseny döntőjének a szombati napján a gála műsort szintén a Bokréta Művészeti Iskola adta. Nincs más hátra, mondhatjuk ilyenkor, mint hogy feltegyék a pontot az íre, vagy a koronát a éves munkára. Ennek az eredménye, ennek a sikere, hogy egy önálló karácsonyi műsorral készültek. Amit sajnos a járvány újabb hulláma mindenképpen olyan helyzetbe hozott, hogy közönség nélkül látható, üres színházban vesszük fel ezt a köszöntőt is, kell lebonyolítani a műsort, de ha jó hír az, hogy az M+N Televízió megadja a lehetőséget a nézőknek, a szülőknek, a hozzátartozóknak arra, hogy élvezhessék az előadást, és gondolom én, hogy nem is csak egyszer kerül sor a levetítésére, hanem több alkalommal. Szeretnék gratulálni a Művészeti Iskola vezetésének, tanárainak, a gyerekeknek, a szülőknek, mert szülő nélkül nincs pozitív hozzáállás, általában ez legalábbis így van, ahhoz a sikeres egy, illetve, hogy az elején mondtam, 2 évhez, amiben részesült, amit elért a Bokréta Művészeti Iskola. És miután nem csak karácsonyi műsorról beszélünk, hanem arról is, hogy pár nap múlva január 1-e, tehát egy új év kezdődik, nem kívánhatok kevésbé jót, mint hogy legalább olyan sikeresek legyenek, mint ezen az évem, de ha lehet, akkor még ezt is szárnyalják túl, hiszen bárhova is mennek, és ez egyébként minden művészeti együttesre igaz, mindig Sátor a Gyógyhely városát képviselik. Én azt gondolom, hogy méltó módon. Sok sikert, szép karácsonyt és boldog új évet kívánok! Sziasztok! Szia! Hátti! Vártok valakire? János bácsira! Mert mi lesz itt valami műsor? Mi leszünk itt a házigazdák? Ez nagyon menő. Még egyszer, emlékszem, körülbelül 5 éve, még én is csináltam vele egy műsorokat. Azt adtuk elő, hogy körbejártuk a műsorral egész Magyarországot, és megnéztük, megmutattuk a közönségnek, hogy hol, milyen táncokat táncolnak a Kárpát-medencébe. Az jó lehetett. Ez nagyon jó lehetett, biztos. És nektek mi lesz a műsoratok témája? A tánc történelme. Meg a fajtái. Ez nagyon menő, de viszont nekem mennem kell, úgyhogy nagyon ügyesek legyetek és figyeljetek János bácsira. Okay. Nagyon sok mindent lehet tőle tanulni. Okay. Sziasztok! Szia. Áj, sziasztok! Hát már kerestelek itt össze-vissza titeket, végre megtaláltalak titeket. Hogy vagytok? Jól vagyunk. Jól? Örülök neki. Ma együtt fogunk dolgozni, együtt fogjuk a műsort vezetni. Hát, ha minden rendben van, akkor kezdődjék a műsor. Sok szeretettel köszöntöm a nézőket a Bokréta Művészeti Iskola mai műsorán. Kívánjuk, hogy érezzétek jól magatokat, és mindenki jól szórakozzon. Elsőként egy játékfűzést fogunk látni, ti is megnézhetitek majd ezt a játékfűzést. Az óvisoktól és az első-második osztályosoktól
Tudjátok, hogy milyen típusú játékok vannak? Sorjáték. Például, körjáték. Igen, nagyon jó. Nem jut eszedbe? Neked van még, ami eszedbe jut? Na majd én segítek, várjatok egy picit. Tehát vannak sorjátékok, körjátékok, fogyógyarapodó játékok, ölbéli játékok, ügyességi játékok, szerepjátékok, eszközös játékok, és még nagyon sokféle játék van. A mai műsorban is fogunk ezek közül néhányat látni. Értettétek ti ezt, hogy milyen játékok vannak? János bácsi, nekem egy lenne. Mi az a sorjáték? A sorjáték. A sorjáték például a Agykirály katonát ismeritek? Igen. Két sorba állnak a gyerekek, és megy a feleles, kérdek fel, kérdez felelet, közelítenek, távolítanak, és aztán szakíts, ha bírsz, és... Tehát a sorjáték így néz ki, hogy sorba vannak, és úgy tárcolnak, úgy játszanak a gyerekek. És ezt a sorjátékot még a későbbiek során már ti már tanultátok is. Hol találkoztatok még ilyen? Moldvaiba. Moldvaiba bizony, mert ott mit csináltunk? Összementünk és széjjel. Lám, hogy lesz a gyerek játékból egyszer csak a felnőtteknek a tánca. Nagyon jó. Az lesz a feladatotok, hogy az első játékot megfigyelitek, és amikor vége van, meg fogom kérdezni, hogy milyen típusú játékokat találtatok benne. Oké. Okay. Jó? Rendben. Rendben. Hát akkor menjünk, jöjjön a játék. Gyertek! Yeah.
Na, hogy tetszett a játék? Nagyon jó volt. Kicsit eszetekbe jutott az is, hogy mikor kicsik voltatok, igen, akkor ti is itt kicsit még bizonytalanul énekeltetek, még bizonytalanul táncoltatok, játszottatok, nem tudtátok mindig pontosan, hogy mi következik. Igen. Jól van, rendben van. Milyen típusú játékot láttatok, találtatok? Szerepjáték. Szerepjáték, nagyon jó, amikor a kislánya körbe állt. Igen. És párválasztás volt, és párt választott, ő egy szerepjátékot játszott, igen, és akkor a párt választotta mindig, és amikor bement a körbe a pár, akit kiválasztott, az mindig másik párt választott. És te miért találtál? Körjátékot, így van, ahogy elindultak és mentek a körbe szépen, és mit csináltak, amikor összerakták a két kezüket, milyen játék volt? Az a kapu. Kapuzó játék, így van, bújtak át a kapu alatt. Jól van, ügyesek vagytok. Most pedig egy szinte ősi típusú táncot, egy nagyon régi típusú táncot fogunk látni. Ez a karikázó, a lányoknak a tánca, a karikázó. És ez egy régi stílusú, és az egész régi stílusú karikázóban mindig balra haladott a kör a különböző figurákkal. Három része volt a karikázónak, az egyik része volt a lépő, ezek a kis csárdás lépések, oda-vissza, vagy van, amikor mindig kettőt balra, egyet jobbra, és mindig egy kicsit haladt tovább a kör. És aztán jöttek a figurák, a keresztezők és a különböző kis figurák, és a végén pedig, amikor begyorsult az egész karikázó, akkor az a futó volt. Igen? Érthető. Jó, rendben. És akkor most még annyit szeretnék elmondani, hogy ezek a lány karikázók, mindig a saját énekhangjukra táncoltak a lányok. Nagyon ritkán volt, hogy a zenekarral a zenészek is bekapcsolódtak ebbe a karikázóba. És azt is kell tudni, hogy ennek a fajtái és a formái a lánybúcsúztató, a kontyoló, a vonulós játék, a tavaszköszöntő és a kapuzó játék. Itt a környékünkön egy ilyen kis vonulós, tavaszköszöntő játék van. Hallottatok-e már róla? Nem? Nem. Akkor én mesélek egy kicsit róla gyorsan nektek. Cigándon egyik legnagyobb hagyomány tavasszal, amikor a tavasz köszön, amikor kizöldülnek a levelek, faágakat szakítanak a lányok, és azzal vonulnak ezekkel a faágakkal, és ilyen kapuzószerű vonulós játékot járnak, és végig mennek a falun, és mindig fejlődik föl ez az egész, és az utolsó pár jön mindig előrébb, és mindig megy előrébb, és így ez egy ilyen zöldágjárás, ez a neve, és ezzel köszöntik a tavaszt. Jó. Azt tudni kell még, hogy ez egy rituális tánc általában, mert mindig történik valami ritus ebbe a dologba, például a mennyasszony elbúcsúzik a lánypajtásaitól, a szüleitől, a karikázó körbe, és már egybe egy szerepjátékot is játszik, és nagyon sok a hasonlóság a gyermekjátékok és a karikázók között, úgyhogy ezek a rituális részei, és böjti táncnak is szoktuk hívni. És azért hívjuk böjtit, miért hívjuk böjti táncnak? Mi az a böjt? Amikor le kell mondani valamiről. Igen, le kell mondani valamiről. Meg nem ehetnek húst. Nem ehetnek húst, és? Nem táncolhatnak. Nem táncolhatnak, nagyon fontos, nagyon ügyesek vagytok, ügyes vagy Andriska. Tehát nem táncolhatnak, ez alól egyetlen egy kivétel van. Szerintetek mi lehet ez? Karikázó. A karikázó, így van. Tehát még a templom kertbe is oda jártak a legtöbbször karikázni. Mise előtt megénekeltek, karon fogva jöttek végig a falun, mentek a templomba, megérkeztek a templomba, a templom kertbe, és ott a többi lányokkal összetalálkoztak, összefogtak körbe, és karikáztak, és énekeltek, és ment a karikázó, a futó, a lépő, stb. Azt hiszem, hogy minden fontos dolgot elmondtunk a karikázóról. Hát következzen egy zempléni, egy jó ízes zempléni karikázó a nagylányoktól. Lássuk? Nézzük meg! Na akkor menjünk, adjunk nekik helyet. Gyertek! Színes, színes,
élet, élet, kanász élet, ez aztán az élet. Ha megunom magamat, magam is úgy élek. Vajon milyen táncok fognak következni? Botozó? Botos táncok! És ezek kívül még mással is szoktak táncolni az ember. Kard. Például karddal. És ezeket összefoglaló néven hogy tudjuk szólítani? Milyen táncok ezek? Mik ezek? Eszközök, úgy van. Eszközös táncok. És fegyverként is lehet használni az eszközt, mert ugye ezzel lehet verni. Nagyon jó lehet harcolni vele. Méghozzá így is lehet vele harcolni, másrészt pedig úgy is lehet vele harcolni, hogy ütni lehet vele. Mert bizony, amikor a parasztember kivitte a juhokat a erdő szélére, vagy a hegyoldalba, bizony ott aludtak kint sokáig, hosszú heteket, hónapokat, és azért voltak olyan időszakok is, amikor a kutyák ébresztették a juhászt embert, hogy a pásztor embert, hogy keljen föl, mert itt járkálnak a farkasok, azt vinnék a bárányt. Na akkor mit tehetett a juhász? Fölkapta a botját és kergette vele a farkasokat. Bizony ez ilyen élet volt. Na de hát ennek az eszközöknek nagyon-nagyon sok és széles a spektrum a tára. Milyen eszközöket ismerünk a lányok leginkább, mivel szoktak táncolni? Seprű. Így van, seprűvel. Üveg. Üveggel. És hova teszik az üveget? Fejükre. A fejükre is, meg a? Kezükbe. Meg a földre is, meg a kezükbe is, és körbe táncolják az üveget. Nagyon jó. Még egyfélét mondjál. Párna. Párnával, úgy van, jönnek be, dobálják egymásnak a párnát, mint ahogy említetted már ezt a kancsót, ugyanígy a párnát is dobálják. Na, Andriska, te mondjál nekem valami férfias eszköz. Botkard. Botkard, nagyon jó, szuper. A karddal kik táncoltak? Huszárok. Huszárok, így van. Nagyon jó a huszárok, meg a hajduk táncoltak még a kardokkal. Nagyon jó. Tehát ezek az eszközök, vagy ezeken az eszközökön kívül még sorolok egy párat, a bot, a seprű, az üveg, a párna, a cséphadaró, a laskanyújtó, a balta, a kard és az abroncs. Megvan mindegyik? Mi az az abroncs? Abroncs? Hát mire gondoltok, mi lehet ez az abroncs? Én speciál arra gondoltam, hogy a gumi az autó. Nem. Teljesen rossz úton járunk. Ez a hordóra való abroncs. És még ám itten nem túl messze tőlünk, abaúji vidéken, erdőbényén táncoltak az abroncsokkal, amiket a hordóra tettek abroncsokat. Régen még nem is vasból volt az abroncs, hanem amikor a hordót elkészítették, fűzfa vesszővel fogták át a hordókat, és ezekkel a fűzfa vesszőkkel táncolták, összefogták így perec formába, és úgy táncoltak vele, és összeálltak körbe, átlépegették, kapusztak vele. Nagyon izgalmas tánc, egyszer majd megmutatom nektek, hogyha megkerestek, mert nagyon jó kis felvételeim vannak nekem erről az erdőbényei kádár táncról, mert a kádár foglalkozástánc, a kádároké. Azt megbeszéltük, hogy ez természetesen lehet fegyver is, és van, amikor párba botolnak, botolót táncolnak, a cigányoknál nagyon jellemző ez a cigánybotoló, de ugyanígy a hajdutáncba is, a pásztortáncba is előfordul a botoló, amikor látszólagosan egymással harcolnak egy ilyen vélt ellenfélként, mintha ellenségek, ellenfelek lennének, úgy táncolnak ők, és ugye, mint láttuk, hogy ez a bot lehet eszköz is, meg fegyver is. Mert abban a pillanatban eszköz, amikor már semmi más nem csinálok vele, csak táncolok, mert forgatom a botot, vagy éppen fegyverként használom. Hát ezen kívül azt gondolom, hogy azt kell elmondani még, hogy ezeket elsősorban kanászok, gulyások, és így is hívták kanásztáncnak, és gulyástáncnak is hívták, és ezekkel a kézbe tartották a botot, letették a földre, keresztbe rá egy másik botot, és azt körbe táncolták, négy negyede volt a dolognak, és körbe táncolták a botot. Ugyanígy az üvegeket is lerakták ilyen keresztformába, és azzal is táncolták. Ezt is fogunk látni, sőt, seprűs táncot is fogunk látni. Izgalmas lesz? Igen. Reméljük, hogy igen.
Következő tánc, amit fogunk látni, az ugrós tánc. Mitől kaptatta ezt a nevet, ezt, hogy ugrós? Talán, hogy úgymond ugrálnak benne. Így van, ugrálnak benne, ugrálós tánc. Ez is még az ősi táncainkhoz tartoznak, a régi, a nagyon régi stílusú táncainkhoz tartoznak, és ezek az ugrós táncoknak általában lehet lánctánc, amikor láncvonalba táncolnak. Milyen lehet még? Csillagtánc. Csillagtánc, nagyon, és abban hányan táncolnak? Négyen. Négyen bizony összefogózkodnak, és még? Körtánc. Körtánc, így van, és lehet a párosugrós, amikor viszont így táncol a pár, összekapcsolódnak, vagy elengedik egymás kezét, és úgy táncolnak. Ez nagyon-nagyon izgalmas, és mind nagyon-nagyon nagy habitussal hatalmas figurákat táncolnak, és nagyon izgalmas. A nagyon fontos, és ez a készfogás, vagy egyáltalán nem is kapaszkodnak össze a táncosok, mert az ugrósban maximum csak készfogás van. Ez is majd későbbiek során izgalmas lesz, hogy a fogások, a táncban lévő fogások hogyan változnak. A ugrósokban nincsen páros fogás, tehát az a szokásos páros fogás, ami a párban van. Ezek maximum csak készfogások, vagy pedig egyáltalán nincsen fogás benne. Ezt még a férfiak is szokták táncolni az ugróst, van, amikor párosba a fiú-lány táncolja, és a férfiak is szokták táncolni ezt az ugróst, és akkor úgy hívják különböző vidéken, hogy van ugrós, van mars, van oláhos, árdeleána, mékeréken, és a vonulós táncok közé tartozik az ugrós tánc, mert nagyon sokszor a lakodalmi menetbe is táncolták az ugróst végig. Érdekes lehetett, ugye? Igen. Na, akkor ezeket megnézzük, és hogyha szükséges, majd beszélünk még róla. Mehetünk. Okay. Gyertek utána! Thank you.
Jönnek ám a legények, leánkák, és azt szemmel figyelik mindig a legényeket, hogy hogyan táncolnak. Még a régi stílusú táncoknál tartunk, mert beszéltünk az ugrós-ugrálós táncokról, és ezeket az ugrós-ugrálós táncokat táncolták külön, ugye ahogy beszéltük, a párjukkal, vagy körbe, csillagformába, stb. Stb. De táncolták úgy is, hogy csak a fiúk magukba táncolták, amikor a mars, dus, stb. Voltak, erről már beszéltünk. Igen. De a férfi táncok közül a erdélyi férfi táncok, vagy legényesek, azok, amelyek az ugrósból fejlődtek ki. Az ugrósok az egy kötetlen formájú táncok voltak, bármilyen ugrós figurát el lehetett rá táncolni, ahogy eszébe jutott az embereknek, úgy táncoltak a párjuknak, és ezzel a tánccal csalogatták egymást, és különböző játékokat is eljátszottak a párba. Amikor a férfiak táncolták csak az ugróst, akkor már más volt a helyzet, akkor csoportba táncolták ezt az ugróst. De nem az ugrósokra lényegesek, azért lényeges csak ennek a felvezetése, mert a legényesek, az erdélyi táncoknak a legényesei, ezek mind-mind az ugrósból fejlődtek ki. Mert hogy beszéltünk már a fejlődésről, és a táncoknak a történetéről és a fejlődéséről is beszélünk, és az ugrósokból lettek a legényesek. Miért is mondjuk azt? Ugyanúgy ugrálós táncról van szó, egy kötött formájú tánc a legényes, különböző vidékeken, különböző módon hívták ezeket a legényeseket. Legényeseket. Hívták legényesnek például Kalotaszegen, hívták sűrű ritka tempónak Széken, de hívták pontozónak is, úgyhogy nagyon sokféle neve volt, ritka magyar, sűrű magyar, mert mindig büszkék voltak arra, hogy ez magyar tánc, hogy sűrű, ritka magyar táncolták. A sűrű és a ritka között ugye az volt a különbség, hogy a tempója egy kicsit lassabb volt a ritkának, a sűrűnek meg gyorsabb volt a tempója.
És nagyon fontos, hogy addig, amíg az ugrósoknál egy kötetlen formája volt ennek a dolognak, itt a férfi táncoknál egy kötött forma volt, méghozzá úgy, hogy bizonyos szakaszokat táncoltak el, és ezeket a szakaszokat pontnak hívták. Ezért van vidék, ahol pontozónak hívják, van, ahol legényesnek, vagy tempónak. És ez a pont, például Kalotaszegen, mindig volt egy kezdőpontra. Pám, 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 pám. Ez egy nyitó rész. Aztán jött a következő része, a belső, a teste, a figurának. Pám, rá, pár, rá, pár, rá, pár, rá, pár, pár. És aztán utána volt egy záró rész. Lezárták. És megint kezdődött előről egy pont nyitóval. Tehát volt egy nyitó része a pontnak, volt egy teste, ahol ki lehetett fejlődni és ki lehetett magadat mutatni, az ugrós típusú táncokkal, és egy zárlat volt a végén. Azt kell tudni, még hozzá nagyon fontos, Martin Györgynek a nevét nem biztos, hogy még hallottátok, de ha sokat fogtok foglalkozni a tánccal, nagyon sokat fogjátok hallani, mert Martin György volt a Magyarországon a leghíresebb néprajzkutató és a néptánc kutatója, gyűjtője, és egyébként egész Európában, sőt, ha úgy tetszik, az egész világon ismert az ő munkássága. Martin György azt mondta, hogy a kalotaszegi legényes a világon a legszebb, és a legnehezebb, és a legvirtuózabb tánc, és ez valóban így van, mert ha tapasztalataimat megnézem, hogy amikor külföldi fesztiválokon járok, vagy itt Sátoraljaújhelyen néptáncfesztivál, nemzetközi fesztivál van, és megnézem, hogy a férfiak mit és hogyan táncolnak, hát messze nem ennyire akrobatikus jellegű szinte ez a tánc. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon nehéz, és nagyon-nagyon virtuóz ez a tánc. Úgy hívják akkor még egyszer, hogy erdélyi férfi táncok, legényesek, legényesek. Az Erdélyben az egyik leghíresebb táncos az Mátyás András volt, és Mundruc volt a beceneve, Mundruc, Mátyás András Mundruc, és ő táncolta a legszebben a kalotaszegi legényest. Dus! Thank you.
Megismertük a legényes táncokat, beszéltünk az erdélyi legényesekről, sőt még mutattam is egy figurát, hogy hogy néz ki ez a eleje, közepe és vége. És ezek után, a legényes táncok után beszéljünk a még régi stílusú, mert ugye azt tudjuk, hogy ez az ugrósokból fejlődött ki, még régi stílusú táncról, a kalotaszegi csárdásról. Na, ez egy igazán átmenet, a csárdás és a régi stílusú forgós-forgatós táncok és az ugrósok között, mert hogy a csárdás az már majd az új stílushoz fog tartozni, majd arról később beszélünk még, de már a kalotaszegit is csárdásnak és sebes fordulónak nevezik. Amikor már nagyon gyorsan forognak, akkor sebes forduló van, és nagyon gyorsan páros forgót táncolnak, és már most itt meg fog jelenni egy nagyon izgalmas és lényeges dolog, ami eddig nem jelent meg az ősi táncainkba, és nem jelent meg a régi stílusú táncainkba, amikor még az ugrósnál már előfordult, hogy mit csináltunk? Megfogtuk egymás kezét, vagy éppen játszottunk ezzel a kézzel, és ezek ilyen kis szerelmi játékok voltak. Aztán utána már megfogtuk egymás kezét, és eljutottunk oda, összekapaszkodtunk, és amikor összekapaszkodtunk, már a kalotaszegi csárdáshoz szükséges volt, hiszen akkor a tempóba forognak a párok, hogy egy készfogással már azt nem lehet megtartani igazán. Forgós-forgatós táncokhoz is csoportosítjuk őket, mert folyamatosan páros forgások vannak, és karalatti kiforgatások vannak, sőt, a lányok kerülik a fiúkat. Úgymond eldobják a fiúk a lányokat, és akkor megkerülik, és visszajön, és úgy folytatják a táncot. És nagyon-nagyon virtuóz, nagyon-nagyon sokféle figura van benne, rengeteg ez a figura, és ezeknek a variációi szinte megszámlálhatatlanok. Már itt egy improvizatív, saját magát kifejező táncról van szó, a táncosok ki tudják magukat fejezni benne. Miközben az is előfordul persze, hogy a párok elengedik egymást, és a fiúk elkezdenek, hogy hívjuk ezt? Csapásolni, úgy van, mert ezzel akarnak tetszelegni a lányoknak, hogy nézd csak milyen ügyes vagyok, és milyen jól tudok táncolni. Ennek ez az egyik lényeges része, tehát a fiúk a lányoknak táncolják a csapásokat a páros tánc közben, és azt is tudni kell még kalotaszegről, hogy nagyon-nagyon a viseletük gyönyörű, szép és borzasztó drága, annyi díszítés van rajta, hogy az valami nagyon-nagyon drága. Három olyan területe van Magyarországnak, vagy a magyarországi táncoknak, ahol valami eszméletlen gyönyörű ruhák vannak, ebből az egyik a kalotaszegi az egyik leggyönyörűbb. A másik az például Sárközben van, úgy is szokták mondani, hogy cifra nyomorúság, mert a cifra nyomorúság olyan cifra ruhájuk volt, hogy szegényeknek enni nem nagyon volt, de az, hogy a mennyasszonyi ruha gyönyörű szépen nézen ki, egy borotvált sejem szoknyából, ami méreg drága volt, és a harmadik terület, hát az pedig a pingált világ, a matyóföldön, ahol a matyó figurákat hímezték a ruhákra, és valami nagyon-nagyon sok hímzés volt rajta. Tehát ez a három, a viselet szempontjából ez a három terület nagyon gazdag, és drága is a viselet. Ilyen viselete van az iskolának is. Hál' Istennek 12 garnitúra eredeti kalotaszegi ruhánk van, ami nagyon-nagyon drága, ma már lassan megfizethetetlen árba van, hogy nagyon örülök neki és boldog vagyok, hogy ezt ezelőtt körülbelül 8-10 évvel megvásároltuk. Kint voltunk Erdélybe, és még eredeti ruhákat és viseleteket vásároltunk. Lássuk a kalotaszegi táncot! Thank you.
Mezőkörpényi tánc fog következni, ami szintén régi stílusú tánc, forgós, forgatós tánc. Már jól benne vagyunk ebbe az egészbe, és lassan ideje lesz arról is beszélnünk, hogy hogyan is van ennek a táncnak az ősi, az ősrégi, az ősemberek előtti, vagy az ősemberek kori tánc kifejlődése az onnantól való. De még zárjuk le ezt a szakaszt, és akkor a régi stílusú táncokkal végzünk, mert eddig két szakaszunk volt, az egyik az ősi táncaink volt, a másik pedig most a régi stílusuk, és a harmadik lesz az új stílus, így van. Az új stílus. Ebbe a régi stílusúba tartozik a forgós-forgatós táncok, mégis megjelenik benne egy új stílusjegy, még csak a 15-16. Században járunk, és megjelennek a pároknak az összefogódása, hogy párba összekapaszkodnak. Hát, ez az összefogózkodás, magyarul olyan fogásmód van, amikor is egymásba kapaszkodnak a párok, és közel kerülnek egymáshoz. Ajaj, ennek van egy nagyon izgalmas példája, a széki lassú, amikor teljesen összeér a két test, és úgy táncolnak, csak dölöngélnek négy ütemre, és van egy ingórenne, és aztán fordulnak is benne, de teljesen összeér a két test, és ez már nagyon skandallum volt. Ezen kívül láthatjuk ezeket még a széki csárdásba, a gyimesi sebes magyarosba, vagy éppen a maros széki táncok. Az egyházi írók és prédikátorok nagyon felháborodottan fogadták ezt a táncolási és fogásmódot. Bornemissza Péter tapogatós táncnak nevezi, sőt arról is tudunk, hogy a 14. század vége felé több helyen büntették azokat, akik kiváltak a kollektív körtáncból, és összefogózva páros táncot jártak. A hitvilág, a kilépünk lassan a pogány hitvilágból, az egyházi világba vagyunk, és az egyházi világnak az erkölcse nem nagyon, nagyon nehezen fogadta be ezt a táncformát, hogy a férfiak és a nők összeölelkeznek és úgy táncolnak. Izgalmas lehetett ez az időszak, nem? Hát én nem nagyon szerettem volna akkor élni benne. Lássuk a mezőkörpényi táncot. Thank you.
Sziasztok! Tudjátok-e, hogy hívják ezt a széket? Hokedli. Hokedli! És szerintetek ezek milyen székek? Direkt ezt hozattam be veletek. Ezt hogy hívják? Faszék. Faszék, háttámlás faszék. Az meg majdnem egy karosszék, egy párnászék. Hát így fejlődött a világ. A hokedlitől jöttek a faszékek, a karosszékek, majd a párnászékek. Üljetek le! A tánc is ugyanígy fejlődött és haladt, és egyszer csak eljutottunk a polgári táncokhoz. Ennek a polgári táncoknak az az érdekessége, hogy ezek már tanított táncok. Ezeket már táncmesterek tanították. Eljött az az időszak, amikor már az udvarokba, kastélyokba a táncmesterek tanították a táncokat, de ezek balettmesterek voltak. Aztán megjelentek a 19. század elején a táncmester, a tánc tanító mesterek, akik eljutottak a városokba, sőt a falvakba is. És elkezdték tanítani a polgári táncokat, amelyek polgári táncokat a néptáncokból, a népi táncokból szedték össze, és azok közül az egyszerű dolgokat rakták össze, és még ám úgy rakták össze, hogy nagyon gyorsan meg lehessen tanulni, néhányszor megcsinálták, és már szinte tudták is. Egyrészt hamar sikerélményt adott, rövid szakaszokból állt, 99%-ban körformába táncolták ezeket, vagy négyesével, mert a villamoson ugye táncoltak, és ennek már modernebb szövegei voltak, és ezért polgári táncoknak hívták őket. Mit jelenthet ez a szó, hogy polgári tánc? Vagy polgár? Nem ez az előkelő emberek? Nem az előkelő emberek, hanem pontosan, hogy a történelem folyamán az emberi társadalmat mindig más-más jelzővel illették, és eljött a 19. században az, amikor a polgárság kialakult. Mert előtte mondjuk voltak a hűbérurak és a hűbéresek, utána aztán volt a parasztság, meg a nemesség, a parasztemberek, meg a nemesség, akik a földjeiket dolgoztatták a parasztembereket. Aztán jött a polgárság, és ez alatt a polgárság alatt polgáriasodtak az emberek, és nem csak az emberek, a székek is polgáriasodtak, mint ahogy bejöttünk és mutattam. Ugyanígy a viseletek is egyszerűbbek lettek, és sajnálatos módon elkezdtek kivetkőzni, úgy hívták, hogy kivetkőzni az emberek, mert addig mindenki népviseletbe járt, a gyönyörű viseletével elment a templomba, hazament és levette és felvette az egyszerű otthoni paraszti viseletet, de ma már nem mennek viseletbe a templomba. Úgyhogy ezt én nagyon sajnálom, de azt elárulom nektek, hogy Erdélyben több olyan falu van még, többek között Szék, a falu neve Szék, ahol még mindig az ünnepi napokon, a vasárnapokon viseletbe mennek a templomba. És ott ülnek viseletbe a misén, és a mise után pedig mennek haza, szintén a lányok szépen karonfogva, és végig éneklik az utcákat. A fiúk is összefogózkodnak, de ettől először még elmennek egy kicsit a kocsmába szétnézni, és aztán utána indulnak hazafele. Hát ezek a fejlődések hozták elő azt, hogy a polgári táncokat is megismertük. Thank you.
elérkeztünk az új stílushoz. Először is, ugye, vettük a ősi táncainkat, a régi stílusú táncainkat, és az új stílushoz elérkeztünk, és az új stílusban bemutattuk már a polgári táncokat, és beszéltünk róla. Most jöttünk a verbunkhoz, a veretes verbunkhoz, amelyik egy negyedes lüktetésű veretes tánc. A legényesekhez képest egy kicsikét lazább, oldottabb a szerkezete, mert ugye azt mondtuk, hogy a legényesnél van egy bekezdő, egy társrésze és egy befejező pont része, úgy áll össze a pont. Itt a verbunkban mindenki saját maga állítja össze a saját figura soraiból a táncait, és itt aztán az egyéniség is sokkal jobban kidomborodik, hogy ki az, aki az igazi táncos, aki ügyesen tudja ezt a dolgot táncolni. És azt is tudni kell, hogy ezzel, azzal együtt, hogy verbunk, ez a német verben szóból jött, ami verbunkot, verbuválást jelent, a katonákat verbuválták, és a katona verbuválás az mindig egy vidám, a toborzás, mindig egy vidám evés-ivással és mulatsággal járt, és ebből az evés-ivás és mulatságból jött a aláírás, a pecsét, és jött a lénung, amit megkaptak, a zsoldot, és utána beálltak katonának, hosszú, sok-sok évig katonáskodtak, és valóban jó életük volt, amikor nem kellett vonulni és harcolni. A szatmári verbunk, illetve bocsánat, a verbunk, mint mondtam, egy nagyévű virtuóz tánc, ez nagyon komoly rögtönzést kíván, és az új stílus elterjedése Európában csak a páros táncokat érintette. A férfi táncokat nem, de Magyarországon, a magyar nyelvterületen a férfi táncok is eljutottak az új stílushoz. Így lett például a páros táncoknál a német valcerből, a cseh polkából, a lengyel mazurkából a keringő, és ennek a különböző változatai. A magyarországi férfi táncokat is, ahogy mondtam, elérte az új stílus, és mint a verbunk, nagyon gyakran a verbunkot, nagyon gyakran magyar verbunknak is nevezték. Magyarországon szinte minden tájegységen megtalálható, így nálunk Zemplénben is, ahol az elhíresült hatosztató formáját táncolják. De a legizgalmasabb és a legfeszesebb verbunk az a szatmári verbunk, az az igazi, az az én kedvencem, az én szatmári verbunkom. Hát akkor János bácsi, táncolj el nekünk! Igen. Hát nem tudom, hogy rá tudtok eszedni, hogy eltáncoljam. Táncoljak egyet nektek? Igen. Na, egy nagyon kis rövidet táncolok akkor nektek. Megkérem a zenészeket, hogy húzzanak egy talp alá egy magyar verbunkot. Thank you.
Miután eljutottunk oda, hogy megfogalmaztuk már, hogy mi a tánc, és hogyan is keletkezett, és hogyan fejlődött, eljutottunk egy legújabb szakaszhoz, méghozzá a új stílusú táncokhoz, amihez tartozik a verbunk és a csárdás. Most a csárdásról fogunk egy kicsit beszélni. Ez a csárdás különösen itt a Felső-Tiszavidék Kelet-Magyarországon és az erdélyi részen is több helyen divatos lett, és aztán utána az egész országra elterjedt. Azt tudni kell, hogy nagyon-nagyon sok figurát megőrzött a régi stílusból, tehát a régi stílusból megőrizte a karolati kiforgatásokat, és megőrizte a csalogatókat, a kis játékot a táncba, ami a régi stílusban nagyon szépen megtalálható volt, csak ez most sokkal virtuózabb formában, és már, mint ahogy beszéltünk róla, összekapaszkodtak a táncosok, ami persze hát nem mindig tetszett mindenkinek. A csárdásnak a tempóit hívjuk csendes csárdásnak, lassú csárdásnak és friss csárdásnak. Ebben a csárdásban a formáit tekintve van páros összefogásos és van körcsárdás, amit táncolnak a táncosok. A lassú csárdásban nagyon gyakran használják a lányok is, meg a fiúk is a verbunknak az alapfiguráit, nem a csapásokat, hanem az alapfiguráikat. És hogyha már itt csárdásról beszéltünk, te tanultatok már csárdást? Igen. Igen? És milyen csárdást tanultatok? Honnan van az a csárdás? Nyíracsád. Nyíracsád, nagyon jó. És megmutatjátok, hogy hogy is néz ki ez a csárdás most akkor? Mielőtt még a nagyok is megmutatnák ezt a dolgot. Na kapaszkodjatok össze, és akkor nézzünk egy kis táncot. Egy, két, hár, né. Szárnya, szárnya, szárnya madárnak, nincsen párja a cigándi lánynak. Tele van a nyissó ki a da 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 és forgunk egy jót. Hey ram da 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 da. Szuper, ügyesek vagytok! Thank you.
Thank you.
Hát végigcsináltuk mindazt, amit vállalkoztunk. Eljutottunk közel a műsorunknak a legvégéhez, és egy kicsit össze tudjuk foglalni, hogy miről is beszéltünk, mert azt mondtuk az elején, illetve mondtátok Bálintnak, hogy miről fog szólni ez a műsor, és mi a címe, hogy a tánc, és a táncnak a történetéről fog szólni, és a típusairól fog szólni. És akkor, ha ezt összegezzük, akkor azt is tudjuk, hogy három koron komoly szakaszra bonthatjuk, méghozzá az ősi táncaink vannak, a régi stílusú táncaink vannak, és az új stílusú táncaink vannak. És mik vannak az ősi táncainkban, Dorka? Gyermektáncok és játékok, karikázó, és szerszámos, mert egy eszközös játék. Eszközös játék, táncok, igen. És akkor mik vannak a régi stílusú táncokban? Ugrós, legényes, forragós, forgatós. Szuper, nagyon jól megtanultad, ügyes vagy. És az új stílusban pedig jöttek a polgári táncok, és a két nagyon fontos, a verbunk és a csárdás. Így van. Elérkeztünk a műsor végéhez, búcsúzik a Bokréta iskola. Reméljük és izgulunk érte, hogy ez a szeretetteljes ajándék eljut hozzátok, és tetszeni fog mindenkinek, minden nézőnek. Köszönjük, hogy segítettétek a munkánkat a szülők, a gyerekek. Külön köszönöm ennek a műsornak a házigazdáinak, a segítséget Dorkának és Andriskának. Nagyon ügyesen és nagyon okosan dolgoztak velem, és szeretném, hogyha a színpadra szólíthatnám azokat, akik még segítették ezt a munkát, akik az ovisokkal és a dobogósokkal dolgoznak, Tóth Vivien és Horváth Máté, valamint Ignátné Hallók Mária,
sajnos ő most nem tudott itt lenni. És a színpadra szólítom Fehér Esztert és Demek Istvánt, akik a Zubogós és Zemplén táncegyüttest irányítják és vezetik, és mindnyájunk nevébe, bocsánat, elfeledkeztem róla, hogy és még Vivivel az ifjúsági csoportot, az Ördögszekér csoportot vezetjük, és mindnyájunk nevében szeretnék nagyon-nagyon boldog karácsonyt kívánni mindenkinek, szeretetteljes ünnepet és egészséges új évet!